Ámen, testvérek, egyetlen egy hirdetnivalóm van. Ígértem múlt héten, hogy a decemberi programokat elmondanám. Nagyon egyszerű lesz. December 23-án szombaton nem tartunk összejövetelt, minden más szombaton tartunk összejövetelt. Osszátok be magatoknak, hogy melyik szombatok vannak. Tehát december 23-án szombaton nem tartunk összejövetelt. Süssetek mézes kalácsot, mi az krémest, vadast, nem tudom, ez nem annyira karácsonyi kaja, mindegy, érezzétek jól magatokat a családi körben, akik pedig egyedül élnek, azok keressenek maguknak egy másik egyedül élőt, és azzal vitatkozzon karácsony közben az igén, stb. Tehát, hogy találjátok föl magatokat. Én évekig csináltam ezt a vallásos karácsonyi verklit, meg az újévit is. Élvezzük, hogy a családi körben vagyunk, élvezzük, hogy eszünk, kicsit szüntest meg a böjtöt, szóval ne dobd be 24-ére, amikor a bőgyerek megfőzte a lazacot, te meg mondod, hogy böjtölsz, hogy betarts neki. Edd meg, ha utálod, akkor is legalább egy harapást, és mondd azt, hogy finom, megvan a napi jó cselekedet. Nem vallásra biztatlak benneteket, hanem azért nem tartunk, mert egyszerűen maradjatok az első gyülekezetetekbe, a családotokba. A legfontosabb, legelső, az életetekre a legnagyobb hatást gyakorló gyülekezetetekbe, a családotokba maradjatok. Egész évközben azon dumálunk, hogy semmire nincs időnk. Én nem vagyok nagy karácsony fan, de mi évtizedek óta fáj a szívem, hogy asszonyok robotolnak az áruházakba, hogy mi megvegyük a sok fölösleges szart, amit majd kidobunk utána, és akkor ő meg bezuhant karácsony este, és persze, hogy nem tudja átölelni a férjét, persze, hogy nem örül a legszebb ajándéknak se, mert egész nap hallgatta a mi hülyeségeinket, mert nekünk bontott csirke kellett, de már nem volt bontott, csak félig bontott volt, és fel voltunk háborodva. Ne, menjen mindenki, ennek az a lényege, keresztények, ne lázadjatok ez ellen, én sem vagyok karácsonypárti, ne így nézzetek egy ünnepre. Én régóta úgy tudom, hogy pogány ünnepek ezek, képbe vagyok, én sem most jöttem a 6-20-assal, azért jó, mert 3 napig nem kell dolgozni, igazoltam vagy távol a munkahelyettől, szabadságom vagy, fizetik, használd ki, anyám lánya, atyám fia, használd ki, élvezd a szabadságodat, meg van fizetve, úgy szabadságolhatsz. Most mondod, hogy de nekem nincs megfizetve, akkor nincs megfizetve, akkor se kell mennyi dolgozni, ne a kákán keresd a csomót, hanem azt, hogy töltsd együtt, csinálj olyat, amit eddig nem csináltál. Például töltsél el 14 órát a családoddal, vagy 24-et, ne feküdj le éjszaka se, orvérzésig. Töltsd el a családoddal, és akkor csináltál már ilyet, és akkor 30-án, amikor találkozunk, akkor elmondod, hogy milyen jó volt 72 órát együtt tölteni a családoddal. A főnököddel több időt töltesz, mint az anyáddal, az apáddal, meg a feleségeddel, meg a gyerekeddel, pedig a főnöködben nem vagy szerelmes, hát nagyon remélem. Élvezzétek ezeket a dolgokat, úgyhogy én nem szeretném megszakítani ezt a csodálatos filmet istentiszteletekkel, hanem pörögjön az életetek filmje, és ott haladjatok ebben, mint hogy a jó filmeket, vagy a rossz filmeket csodálatos reklámokkal, vagy hogy is van, a csodálatos reklámokat rossz filmekkel megszakítják. Ennyi a hirdetnivaló, hogy december 23-án nem tartunk szombaton összejövetelt. Ha idejössz, akkor koszorúzz egyet, helyezd el az emlékezés köveit a bejáratnál, de hogy ide beengedi nem fog senki, az teljesen biztos. Úgyhogy akár, ezt csak azért mondom, mert sok felől jöttök, de majd ki is fogjuk tenni a YouTube-ra, a Facebook-ra, hogy 23-án nem lesz, a többi pedig, ha Isten engedés élünk, akkor egy ugyanolyan szombati gyülekezésünk lesz, mint az eddigiek, úgyhogy kérlek benneteket, hogy 23-án tehát ne gyertek ide, menjetek máshová.